mindenképpen hozzá kell tennem zenetanárként, hogy ebben a korban az izgalom, mint faktor óriási. Én is voltam gyerek, meg én is ültem ugyanígy. Tehát, hogy engem simán felfújt eddig minden gyerek. Hát én nem tudtam, ahogy milyen évet írunk, amikor engem kiszólítottak a színpadon. Túl lehet ezen is lenni. A következő tisztelt kollega, Pálfalvi Petra Dominika. Gyere gyönyörűm, fáradj fel a színpadra, kis kottáidat is hozzad, mert akkor tudom. Tessék, hozzad a kottáidat. Hosszú szünet után újra gitározunk Petrával, mert sajnos neki a kezével történt egy baleset, és természetesen ugye elég nehéz gitározni. Minden tisztelt növendéknek elmondom, vigyázz a kezedre, fiam, mert fontos. Nyugodtan, Petra, nem kell kapkodni, illetve van időnk. Itt a tavasz. Foglalj helyet, drágám. Azt mondja, hogy hova vagy te felírva? Ide vagy. Karkaszi, Mateo Karkaszi D-dur etüdjét fogjuk hallani Petrától. Aztán bele is játszunk egy jó kis jazzketet, és szintén van egy Beethoven örömóda. Segítek mindjárt. Jó? Tehát az első darab Mateo Karkaszi, hogy brazil gitáros volt egyébként, D-dur etüdje. Jó lesz a zsámunk, Petra? Várj. És alá, pillanat. Igen, mert húrcsere volt, igaz? Hát igen, ennyit a... Tehát a nylonhúros gitáron borzasztó érzékeny. Fogd meg ezt nekem, meg egy kicsit. Pillanat, hangolok egy... Alá.